A Kátai Gábor kórházban a higiéniai szabályok betartása és az előszülés folyamatos biztosítása mellett a járóbeteg szakellátásokra előjegyzéssel jelentkezőket a fokozatos bevezetés biztosítása érdekében többségében 20 perces időbeosztással három fő per óra fogadják 2020. május 4-től. A betegellátás időigényének figyelembevételével egyes szakrendelések, például a diabetológia 15 percenként 4 fő per óra, más szakrendelésekre, például kardiológia 30 percenként 2 fő per óra előjegyzéssel adnak időpontot. Tudtuk meg Nagyné László Erzsébet főigazgatótól. A COVID-19 vírus átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő beavatkozásokra, például gastroenterológiai tüdőgyógyászati szakrendelésen történő ellátásra, egynapos sebészeti ellátásra, ütemezett beavatkozásra, kizárólag egy negatív PCR eredmény birtokában tudnak időpontot biztosítani. A Kátai Gábor szakrendelésének elérhetősége érdekében a Karcak Televízió honlapján található Telefonszámokon biztosítják a szokorvosi tanácsot, és szükség esetén időpontot tudnak kérni az érintettek.